A következőben egy nagyon aranyos kis sorozatra szeretném felhívni a figyelmüket, amit szintén a logopédiai terápiákban alkalmazom. Ez a Varázsecset rajzfilm sorozat, ahol a gyerekek megtanulhatnak nagyon egyszerű formákat rajzolni, állatokat, házakat, járműveket, különböző épületeket, tehát nagyon sok mindent, tulajdonképpen majdnem, hogy mindent meg tudnak tanulni. Elég hosszú egy rész ahhoz, hogy a gyermek begyakorolja, viszont elég rövid ahhoz, hogy a figyelmét fenntartsa. A különböző történetek vannak, ahol mindjárt meglátjuk, kik a főszereplők, nem fogjuk végignézni, csak egy rövid részletet fogok bemutatni belőle, és akit érdekel, akkor az majd rákeres és megszerzi, vagy megkeres engem. Vásznon Mirit, rajzolni mókás, mutass most csodát, rajzolj egy képet, Louis! Mikor színezel, most kezdődik el, varázsoljuk el, a kép életre kell. Rajzolj egy képet, Louis! Figyeld a kezem, és álmodjál velem, gyere rajzoljál velem! Hát rajzolj egy képet, rajzolj egy képet, Louis! Louis, rajzolj nekem egy cicát! Mit szólnál, ha ide tennénk? Tökéletes! Szia, Jókó! Szia, Louis! Tehát Jókó és Lúi a főszereplő. Éppen egy isteni piknikre készülünk. Nyam, nyam. Van egy üveg limonádénk, kenyerünk, vajunk, savanyúdink. Hé, az a mi sajtunk. És milyen fincsi sajt. Sajnálom, de oda vagyok a kecske sajtért. A többi a tietek. Nektek ott a kenyér, meg a vaj. Na, kiportosodott a kocsán, és első, második kocsán fogtam meg a kocsán. Ide bújt el! Vesztettetek! Meg is eszem! Rendben van. Ha cicágér játékot akar, akkor ezt játszunk. Nem ocany, már is jövök. Hogy sem tudsz elkapni? Hát most nem menekülhet. Grafomotoros készség fejlesztése, finom motorika. Nem tudsz elkapni, nem bizony, nem, nem. Mi nem tudunk. De egy cica, igen. Egy cicát a fejével kezdek el. Egy kör, és a tetején két háromszög alakú fül. És ez a cica fog engem elkapni. Nevetnem kell. Neves csak, de közben én rajzolok. Két pöttyöt a félelmetes szemeknek. És egy vonalat a nagy szájának. Azt hiszed, megrémisztesz. Rajzolok egy kis kört az orrának, és pár vonalat a bajuszának. Majd megrajzolom a hátát, és aztán a kunkori farkát. Ha, ez a sajt tényleg nagyon finom. Gyorsabban, Louis, az egészet meg fogja enni. Oké, a fejétől kezdem, és megrajzolom a négy lábát. Egy, kettő, egy vonal a hasának, és három, és... négy! Én meg a lábak végén megrajzolom a mancsokat. Néhány rövid vonal a... karmoknak! Jó éles karmok lesznek. Gondoskodom róluk. És most nem maradt más hátra, mint... kiszínezni! Köszi, Jókó! Ízletes! Sajt. Üdv, barátaim! A nevem Frederik. Hello, Frederik! Segítenél visszaszerezni a sajtunkat? A szemtelen kis egér ellopta tőlünk. Egy egér? Igen, az ott.
Nos, azt akarjátok, hogy egér után fussak? Sajnos ez nem az én szakterületem. Akkor mi a szakterületed? Nos, a sziesta. A cicák a nap nagy részében ezt teszik, és nekem épp most esedik, és... Hé, ez meg mit csinál? Alszik! Milyen vicces! Ó, Louis, ez nem lesz így jó. Búcsút mondhatunk a sajtunknak. Talán nem. Egy cicát egy körrel kezdjetek. Ez a feje. Aztán rajzoljatok két háromszöget, ezek a fülei. Két pöttyön a szemének, és egy vonal a szájának. Egy karika az orrának, és néhány rövid vonal a bajszának. A háta következik. Hosszú farokkal a végén. Most ismét a fejétől induljatok. Rajzoljatok egy lábat, kettőt, a pocakját, hármat, és négyet. A lábai végére rajzoljatok mancsokat és karmokat. És a végén tetszés szerint kiszínezhetitek. Ez nem után áll. Hello, a nevem Dimitri. Dimitri, segítenél visszaszerezni a sajtunkat? Tehát a mese tovább folytatódik, és még egyszer megismétli a cicának a rajzolását, és így a gyerekek elsajátíthatják. Nagy csoportos óvodások gyönyörű cicákat tudnak már rajzolni ennek a programnak a segítségével, vagy krokodil, zsiráf, vagy házat. Most maradj egy kicsit csendben. Mit? Csak egy pillanatot. Vagy egyéb rakétát, autót, tehát rengeteget, hat, nem is tudom, hogy hány része van összesen, azt hiszem 30 fölött van a sorozat száma, úgyhogy ajánlom a figyelmükben grafomotoros készség fejlesztésére.